Micsoda gyönyörűséges nap felkelte ebben a gyönyörű világban, ahol totálisan egyedül vagyok jelenleg. Yes! Ez az. Szóval a következő a helyzet, srácok. Az, hogy a napocska egy picit átvilágít, miközben nem nézek oda. Ez a nap egyébként nagyon szégyellős. Nézzétek! Hopp, most elbújik, most megjelenik. Elbújik, megjelenik. Értitek a lényeget. Szóval a következő a helyzet. Gondolkodtam, hogy hogyan lehetne rászt tartalom úgy, hogy nem arról szól az egész sorozat, hogy folyamatosan megölnek. Igen. Illetve ezen kívül egyébként más problémáim is voltak, az például, hogy ugye, hogyha beülsz egy szerverre játszani, akkor, ezt halkabbra kell venni, így, hogy tudjak is beszélni mellette. Ha beülsz a szerverre játszani, akkor ugye a stresszet telik havonta általában, vagy két havonta. Illetve arról nem is beszélve, hogy be tudják raidelni a bázisodat. És ezzel nincsen semmi baj, csak nekem nincs időm arra, hogy folyamatosan arra figyelgessek, meg hogy fenn legyek, meg ja, így dolgok. Tehát az a helyzet, hogy nagyon változó, hogy mikor tudok leülni játszani, úgy, hogy közben fel is vegyek. Mert azt mondhatjuk úgy is, hogy sokat játszom, de úgy, hogy felvegyek, az nem mindig lehetséges. Szóval emiatt gondolkodtam, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. És arra a döntésre jutottam, a legegyszerűbb megoldás az, hogyha enyém a szerver. És én döntöm el, hogy mikor lehet rajta játszani. Szóval jelenleg itt van ez a szerver, rajtam kívül senki nincsen rajta, ezzel viszont nincsen semmi probléma, mert hát fogtam és letöltöttem rá egy-két plugint. Egy-két plugint pontosítva. És az egyik például az, hogy vannak ilyen ellenséges scientistek, így mozognak össze-vissza. Az ilyen területeket, amit most pont nem tudok így megmutatni. Várjatok, megnézzük. Nem az embetűvel. Miért is a mappot miért is az embetűvel hoznád elő? Szóval van itt ez a harbor. Ezt igazából el is mehetünk oda. Maximum meghalok. Szóval van ez a harbor ott, és ott most jelenleg tele van scientisttel. Ott is van egy. Látjátok, ott megy éppen. És igazából ezek mindenhol ott vannak. Csak az ilyen főbb területeket, ott többen vannak, illetve arról nem is beszélve, hogy még erősebbek is. Valami lézeres pisztolya van. A sebzésüket azt visszaállítottam 100%-ra. Tehát, hogy eredetileg le van véve a sebzésük. Na most ezeknek nincsen. Leteszteltem. Fegyver nélkül nem akarunk találkozni velük. Az a helyzet, hogy fegyver nélkül nem szeretnénk találkozni velük. A másik mód, amit mód, nem is mód, hanem plugin, amit beraktam, az nem más, mint a raidelhető bázisok. Gyipaci! Hol menjünk egyáltalán? Hol akarunk ilyen valamit lerakni? Menjünk el oda. Yeah! Szóval vannak ilyen raidelhető bázisok, amiket védenek szintén scientistek, tehát ilyen tudósok elméletileg. Ezt még nem sikerült így megcsinálnom, hogy működjön, mert az a helyzet, hogy kellenek hozzá bázisok, tehát nekem kellene valonnan szereznem ilyen bázisokat, és akkor azokat berakni, hogy ezeket használja. De majd lesz ilyen is, tehát tudunk valamit majd raidelni. Annyi lesz, hogy raidelést azt nem nagyon tudom, hogy lehet-e pluginnal berakni, úgyhogy minket raideljenek be. De őszintén... Ó, majdnem leestem. Őszintén szóval nem is nagyon bánom, hogyha nem tudnak egyelőre beraidelni, mert mondjuk úgy, hogy nem nagyon vagyok tisztában a játékkal úgy ilyen videónézésen kívül. Tehát én is néztem belőle videókat, főleg régebben, azóta egy picit át is alakult. Így aztán ja. Tudjátok mit? Legyen itt a bázisunk. Itt né. Így. Most nem baj az, hogyha ilyen látványos helyen van. Szóval, mit merre, hogyan? Az a helyzet, hogy az értékek, amiket gyűjtögetünk, ilyen nyersanyagok, azok szimplán játék, rendes játék szerint vannak. Tehát nem növeltem az értékeiket, szimplán amiatt egyébként, és ennek nagyon egyszerű az oka, mert szeretném azt megszokni, hogy
tudjátok, hogy nem olyan könnyű összegyűjteni a nyersanyagokat, hogyha esetleg valaha úgy döntök, hogy na, most menjünk szerverre, ezen a héten csak ezzel a játékkal fogok játszani, semmi másra, és megnézzük, hogy hova jutunk, akkor ne érezzem úgy, hogy úristen, milyen kevés nyersanyagot hozunk, hanem, tehát ne számítson az, hogy most a szerveren van-e ilyen nyersanyag növelő, vagy nincsen. Aha, én kifejezetten szeretek építkezni így. Így azt kell mondjam, hogy, jaj, várjatok, ez, á, mindegy, itt ezen a mappon nem fog számítani. Normális esetben, hogyha bázist építesz, és még az elején vagy, nem szabad, hogy úgy legyen, hogy az alja így kilátszik, mint ahogy most láthatjátok, mert innen alulról meg lehet szúrogatni. Viszont ez később már nem olyan nagy probléma, mert később már olyan anyagból van, aminek az oldala be van építve, vagy be van izelve. Tudszolva. Ott egy medve. Várjatok, hogy legyen ez? Kentaford. Igen, azt hiszem a nyersanyaggyűjtést ezt el kell kezdenem folytatni. Tudunk-e más eszközöket még készíteni? Tudunk. Akkor szerintem ezzel fogom kezdeni, hogy ezeket valahogy összefarmolom. Fucking hell! Miért akar minden megölni? Látjátok? Erről beszélek. Ó, meghaltam. Oké, talán nem haltam meg. Ez elképesztő. Látjátok, minek nekem játékos, ha egy farkas megöl. Nézzétek, ott van. Jesus Christ. Bro. Itt egy disznó is. De ez halott. Ez halott disznó. Gyere ide. Gyere a papához. Adjad úgy. Aj, mennyi mindent adsz nekem itt. Legjobb helyen lakok, esküszöm. Ott egy medve, arra van legalább kettő farkas. Ide kellett volna költöznöm. Ide. Ide, ahol most vagyok. Tudjátok mit? Vissza is megyünk. Fel is szedem az összes mindenünket ott. Szedek meg az a medve. Fuck. Mennyi esély jelölt meg? Ah! Mi ez az állatvilág? Nézzétek meg, ott üldöz egy őszt, egy medve. És az a helyzet, hogy leállítottam egy pillanatra ezért a kamerát, hogy picit haladjak a dolgokkal, tudjátok. Oh, fucking hell, nem. Jó, nem erre jön. És ez nem az első medve, amit megint látok. Itt rohangál körülöttem egy szarvas valahol. Meg egy ló, ott egy ló. De arra rohangált egy szarvas. Ezt folyamatosan beijedtem tőle, azt hittem, hogy valami jön felém már megint. Azért viszonylag eléggé sok nyersanyagom van. 1000 fa, 1000 kő. Jó, most már viszonylag azért van mindenfélém. Na, maradjunk annyiban. De amim nincsen, az az, hogy egy ágyat tudjak készíteni magamnak, hogyha esetleg meghalnék, akkor ne a világ túlsó feléről kelljen hazajönnöm. Azt meg itt keresgéletek, mert egyelőre alig találtam. Találtam egyet? Van nálam? Nem is látom. Ezt kirakjuk hát, ha meg tudok ölni majd valakit. Mert mint ilyen kutyát, vagy bármit, ami megtámad, tudjátok. Ez kell nekem. Azt mondta, hogy ennyi elegendő. Tökre nem elegendő. Nem baj. Ha, red berry. További kaja. Jéj. Nem fogunk éhen halni. Nem abba fogok elpusztulni, hogy éhen halok. Bármi más itt még? Ami ilyen növény. Cuccos. Plant fiber. Na jó. Ennyi biztos nem elegendő? Nem mondd már. Hol van? Hol van az ágy? Itt van. Nagyon jó. Gyerünk, megkajáljuk ezt a sok gombát.
Egyébként egész jól adja vissza az életet, meg mindent. Nézzük, mik vannak itt. Mondjuk ezeket betörni, ezeket a cuccokat úgy, hogy ott vannak ezek a scientistek. De jó, van egy ilyenünk. Végre egy fegyvere. Lehet, hogy van esélyem megölni scientistet. Na, most már adod ezeket a hemp cuccokat. A persze, hogy nem ütött ki együttésből. Hát, hogy a viharba ütnéd ki? Nagyon akciódús indult, zene indult el. Valamiért úgy döntött a játék, hogy most akció felé közeledünk. Látok csak. Ja, nem itt haltam meg. Jó, tökre nem arra megyek. Supermarket, mindegy. Mindegy is, nem is akarok arra menni. Nem is akarok visszamenni oda. Ez egy hőlékballon. Egy őzike. De menjünk fel annak a tetejére. Menjünk fel oda annak a tetejére. Annak a tetejére építsük meg a kis otthonunkat. Így né? Esetleg... Ó, de megijedtem megint, hogy itt futkarászik. Tudjátok mit? Á, nem. Nem dobom le ide. Normális esetben egyébként leraknám, hogyha tudnám, hogy vannak más játékosok. De most maximum az állatok, amik ténylegesen veszélyesek rám. Meg a scientistek, de azok így a biomokon így össze-vissza azért ritkásan vannak, és városba clearly nem fogunk most bemenni. Tehát így majd ráérünk később, vagy esetleg így sneakyben, tudjátok. Ilyen kicsit így megbújva, így sunyulva, így végigmegyünk, hát ha nem vesznek észre. Na, ide. Ide építünk egy base-t. Kifejezetten csúnya ez a hely. Igen. Kifejezetten nem tetszik. Tudjátok mit? Nem. Visszamegyünk oda, ahol... Ó, jaj. Nem disznózunk. Visszamegyünk oda, ahol meghaltam. Ha. A lovam még mindig ott van. Oda nézzetek. Még mindig olyan félváról veszi az egészet. A pofám leszakad. Mit képzel magáról ez a ló? Arról jöttem, amerre a izék voltak. A farkasok. Mert arra láttam jó helyet? Nem is érdekel, ezt itt hagyom. Arra. Vagy nem, konkrétan itt. Itt. Ez. Ez az a plac. Ez az a plac, amit mi keresünk. Ez itt. Így. Na, nézzük akkor, ha kell egy ilyen nekünk. És akkor rakjunk össze valami épületet. Mert a cuccom az itt van még. Akkor az lehet, nem is kell. Hol vagyok? Valahol itt haltam meg. Kedves hullám. Vagyok? Mit tudok átvenni? Úgyni, nem sok mindent. Jó, nem baj, mi visszatérünk. Item failed. You have failed your mission. You had one job. Oké. Okay. Szóval... Paf. Nem. Nem. Ha ne vigyel, várjatok már. Kalapácsot ezt nem vettük fel. Az egyik, amire szükségünk lenne, azt nem hozzuk magunkkal. Nem akarok védelni. Hogy kellett felvenni? Nem így kellett felvennünk? Nem emlékszem, hogy kellett felvenni. Akkor nem nagyon kell szabad elhibáznunk dolgokat. Ez így nem lesz jó, hogyha nem tudok lebontani dolgokat. Komolyan eltörted? Komolyan eltörted? Ez eltörtük azzal, hogy ezt ütögettem? Hát ne csináljuk már. Hát mennyit sérülsz? Jesus Christ, ez a vacak meg nem akart tönkre menni. Wow! Azt se tudom, hogy lehet megjavítani. Shit innen. Kell egy másik viszont. Ha. Ez így gázos lesz. Ne roncsuk el újra. Tudjátok mit? Meddig lehet kirakni? Addig? Addig lehet kirakni. Addig. Erre is. Erre eddig. Tak. Jó. Oké, kezdjük valami alappal. Ne akarjak ilyen túl nagy tért elkészíteni rögtön.
Ez így is elég nagy térnek tűnik nekem. Jó, kicseszek magamból. Egy hatalmas területet készítettem már most, pedig alig van nyersanyagunk. Nem baj. Ablakot tudunk? Tudunk ablakot. Na, legalább most fenszizhetek. És lehet szép, magyarán. Mert hogy... eddig nem nagyon vihettett túlzásba, ugye? Ezek az ablakok, ezek csak rések arra, hogy bejussanak. Can't afford. Nem baj. Kezdjük ezzel. Jesus fucking Christ, mennyibe kerülsz? 301 fejlesztés? Ennek mennyi a fejlesztése? Rotate. Hol van a demolis egyébként? 210. Egy normális fal. 300. Hú, ez el fog tartani egy darabig, míg ezt megépítem. Ez a hely el van átkozva. Ott egy farkas fent, meg ott egy farkas lent. Meg az is az ott? Nem, az nem az. Oh, Istenem. És még mindig nincs ajtóm. Így a ház kerete már megvan egyébként. Mindegy, raktam le ilyen újraélesztős helyet. Bedrolt. És egy dobozt is. Szóval most már leraktam a cuccaim egy részét legalább. Most már csak fát kéne gyűjteni, egy csomót. Meg követ még inkább. Annyira nem vészes egyébként összegyűjteni megfelelő mennyiségű nyersanyagot. Igazából majdnem van egy kőépületem, így nem tudom, egy 40 perc alatt. Úgyhogy az idő felét azért eléggé elszórakoztam. Fucking hell! Te akartad? Győztünk. Való, van itt még egy. Azt hiszem. Valami futkározik itt nagyon. Haha, így jártál, farkas. Tetszik a minősége a skinednek egyébként. Szerintem jól néz ki. Jó, kidolgozott. Nem tudom, hogy mennyit változott feltétlenül a játék így a mostani ilyen ránc felvarrás alkalmával, csak olvastam róla, hogy volt ilyen. Szóval számít ennél is, hogy melyikkel ütöd, és akkor mást kapsz belőle. Érdekes. Szóval nem tudom, mennyit változott a játék, de szerintem kifejezetten szép. Gyűjtögessünk. Mondjuk szulfóra most jelenleg nincs szükségem. Hogy értél utol? Meghaltam. Átkozott farkasok! Az a helyzet, hogy szerettem volna, nagyon-nagyon szerettem volna befejezni ezt a házikót ebben a részben. De úgy tűnik, hogy ez nem fog menni. Hol a cuccom? Van előtt. Ja, itt haltam meg, jó. Oké, szépen nyugiban, sunyulva. Várjátok, shiftet lenyomva? Nem, altot lenyomva? A fene, melyik volt az a gomb? Nekem végig kattintgatnom az összeset. Oké, szépen kihátrálunk. Jó, nincsen baj. Nincsen baj. Jó, elmentünk innen. Oké, ezeket adogatja újra és újra a játék. Ez kell nekem. Ez itt kő szépen. Erre van szükségem, hogy befejezzem nagyjából a házamat. Egyébként azt hiszem készítettem ajtót. Azt is le kéne rakni. Szerintem egyébként az egy picike, apró picike így ilyen luft, vagy minek nevezzem, azt, hogy nincs alapból a játékban egyfajta olyan tutorial, hogy egyedül játszol egy kicsi szigeten, vagy valami, tudjátok, hogy egy picit így átérezt, hogy mi merre, hogyan ebben a játékban. Tehát nekem is főképp most amiatt játszunk itt, hogy egy picit magamba átnézegessem, hogyan kell, mind kell, miket kell csinálni, nagyjából ilyenek. Aztán utána, hogy lehet játszani
Ó, most ezt le tudtam volna bontani, a többit miért nem tudtam volna? Ja, mert kell a túl cuccos. Oké, rájöttem, nem kell a komment szekcióba leírni. Rájöttem. Miket tudunk még lerakni? Crafting. Ezekre nem feltétlenül van szükségünk egyébként, mert játékosok itt nincsenek, és nem is lesznek. Szóval mi az, amit így le tudunk rakni? Le tudjuk például rakni ezt majd. És akkor tudunk készíteni low-grade fuel-t. Sőt, már most is tudunk készíteni. Ennyi, kettőt tudunk készíteni. Animal fat. Nem gyűjtöttem animal fatet? Ja, mert a izével csákánnyal ütögettem. Jól van. Akkor figyeljetek, befejezzük még ezt a tetőt itt, aztán utána zárjuk ezt az epizódot. Na, csamp. Úgyne. Ha, úgyis éppen megy le a nap. Tökéletes. Egy napot végigjátszom, és az éjszakát meg nem veszem fel. Teljesen jó. Teljesen jó, azt kell mondjam. Figyeljetek, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek meg. Nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok más sorozatot, amit szívesen megnéznétek tőlem, írjátok le a véleményeteket arról, hogy tetszik ez a sorozat így, hogy ilyen kis chillesen, egyedül egy szerveren úgy, hogy csak a szörnyek, de hogy szörnyek, amíg szörnyek öljenek meg, akkor kevésbé lenne gáz, de nem, farkasok, meg medve. Egyébként, amikor tesztelgettem a szervert, az egyik medve megölt, mikor felkeltem, a másik medve ölt meg. Sziasztok!